Hajdúböszörmény adott otthont a 13. legügyesebb kollégium és kollégista verseny országos döntőjének, melyen városunk kollégiuma is képviseltette magát április 14-én. 9 középiskolai kollégium versenyzett itt, sport és művészeti feladatokban mérhették össze tudásukat, kreativitásukat a diákok. Csapat és egyéni sportágakban, illetve nemezelésben 1-3 fős csapatok, míg linómetszésben egyéni versenyzők szerezhettek hírnevet kollégiumuknak. A Karacs-Ferenc Kollégium 7 versenyzővel nevezett még január hónapban, tudtuk meg Kövesi Györgyné kollégiumvezetőtől. Januárban megjelent egy versenyfelhívás, immár 13. alkalommal rendezték meg, kimondottan kollégiumok között folyik egy országos verseny, minden évben valahol megrendezik, illetve az, hogy hol, az dönti el, hogy egy-egy versenyt melyik város nyeri el, és a város megkapja a lehetőséget arra, hogy a következő évben ott legyen megszervezve a verseny. És a Karacs-Ferenc Kollégium ebben az évben második alkalommal jelentkezett erre a versenyre. Körülbelül 5 évvel ezelőtt voltunk Békés Csabán, utána nem igazán volt lelkes társaság a kollégiumban. Most úgy éreztem, hogy újra beadom a jelentkezést erre a versenyre, és ez megtörtént. Végigolvastuk a versenyfelhívást, én úgy gondoltam, hogy talán meg tudunk felelni mi is, nem vagyunk gyengébbek, mint az ország többi kollégiuma. A nevezést követően elkezdődött a felkészülés a versenyre. A kollégium vezetője külsős pedagógusokat is felkért, hogy segítsék a gyerekek munkáját. Ez 2 havi felkészülés volt. Ez a szabadidejükből vettük el a gyerekektől. Hetente körülbelül 4-5 órát foglalkoztak ezekkel. Mind a 3 gyereknek új volt, tehát külön kérésre tanulták meg, hogy tudjunk elindulni az országos versenyen. Különböző területeken versenyeztek a gyerekek. Az egyik a nemezelés volt, viszont volt a nemezelés mellett egy másik művészeti verseny, a linómetszés, ami legalább olyan érdekes és szép, mint a nemezelés, csak sajnos a induló versenyzőnk nem lett országos első 3 helyezett között. A nemezelésre Kis Tamás tanár urat kértem föl, hogy válassza ki a 2 legtehetségesebb gyereket a kollégiumba. Linómetszésre Hegedűs Tibor tanár urat kértem meg, hogy keresni egy ügyes kezű gyereket. A Nagy Éva és a Szakó Szintia volt a 2 nemezelő, és Pásztor Tünde volt a linómetsző. Bár a rendezvény 3 napos volt, a ladányiak csak a verseny napjára utaztak el, a felmerülő költségeket pedig a kollégium biztosította. Mivel közel van Hajdúböszörmény, ezért a 3 napos programból tulajdonképpen 1 napot vettünk részt, hiszen el tudtunk menni szombaton reggel, és szombaton este vissza tudtunk jönni, tehát nem kellett sem szállást, sem 3 napos étkezést, sem programokat finanszírozni, úgyhogy így nem volt költséges, csak az úti költség került pénzben, meg hogy egy ebédre kifizettünk a gyerekeknek. A kollégium a költségvetésből lehetővé vált, tehát most jól állunk, és lehetővé vált, hogy ilyen versenyeket, de szerintem, hogyha, tehát ezt mindenféleképpen kell, bárhogy áll a kollégium, bármilyen is az anyagi helyzete, egy országos versenyre, ha megtehetjük, akkor el kell vinni őket. Tehát ilyenkor nem szabad nézni azt, hogy mennyibe kerül. A művészeti versenyben 3 diák indult, Nagy Éva és Szakó Szintia nemezelésben. A szakmai zsűri őket találta a legjobbnak, így megszerezték az első helyet. Birkagyapjúból készítettük. A fehér az alapszín, mert a fehér gyapjúból készül, fehér gyapjú van a birkának. Külön színeket használtunk, ezek színezve vannak. Ő kék, zöld, meg ilyen barnás, meg fekete. Ez türkmen technika, amit mi készítettünk. A versenyen is ilyesmit csináltunk, csak a színek más volt, belül bordó volt. Ő ugyanilyen zöld volt, meg ilyen barna. Ugyanez a minta volt. Szappanos technikával készítettük. Szappant használtunk, meg forró vizet. Versenyen 4,5 óra alatt készítettük el, de amúgy 5-6 óra.
de a szárdási idővel összesen 5-6 óra. Mindkét lány számára ismeretlen volt a nemezelés. Kezdetben csak golyókat és virágot készítettek a gyakorlás során. Később Nádudvarra jártak át, ahol már kis szőnyegeket is készítettek gyakorlatképpen. 2 hónapig jártunk Nádudvarra, és ott Kis Tamás segített, akivel csináltunk szőnyeget. Párban dolgozunk, és nehéz, mert kézzel kell csinálni. Nagyon nehéz, mert kemény fizikai munkával jár, és az elején még ilyen golyót készítettünk, ilyen labdát, azután virágot, és utána egyből szőnyeget. Én nagyon jól éreztem magam, sőt, még járnék is erre tovább. A nemezelés az, amikor a natúr fésült gyapjú szálakat mozgatással összefüggő textíliává tömörítjük. Ezt melegvíz és szappan segítségével lehet elérni. Nagy Éva elmondta, milyen lépései is vannak a nemezelésnek, és hogyan készült el a versenyen az az ülő párna, amivel első helyezést értek el. Elsőnek ilyen gyékére felrajzoltuk a mintát, a szegélyt, a színes mintát feltettük rá, és utána kezdtük el a gyapjukkal díszíteni. A fehéret töltöttük elsőnek, és utána pedig a színest. Utána beszappanoztuk, felcsavartuk a gyékénbe, ilyen szivacs volt hozzá, amivel felkelt ilyen szivacshenger, azzal felcsavartuk, gurítgattuk egymásnak 4x20 percet, utána kibontottuk, ismét beszappanoztuk, most locsolóval tettünk rá szappanos vizet, megfordítottuk, és utána megint belecsavartuk, utána ilyen fával gurítgattuk, utána megfordítottuk megint, és hogyha jól összeálltak a szálak, arra kell tudjanunk, hogy a szálak jól összeálljanak. Ha jól összeálltak a szálak, akkor már gyékén nélkül is csináltuk, ilyen vászonba csavartuk bele, és ott is gurítgattuk egymásnak, meg azzal a fával a vizet kicsavartuk belőle, és utána pedig feltettük szárítani. Első helyzet lettünk, és nagyon megdicsértek minket, mert voltak olyanok, akik óraszámba tanulják a nemezelést, és mégis túlszárnyaltuk őket. Évi elmondta, vannak nehézségei is a nemezelésnek, de nagyon megszerette és szívesen folytatná a továbbiakban is ezt a kreatív hobbit. A nehézsége az, hogy sok idő még elkészítjük a gyúrást, mert az a 20 percek azok nagyon sok idő. A szépsége pedig az, hogy a mintára ügyeltünk arra, hogy illő legyen a alkalomra, és hogy tudjuk használni persze, miután elkészül is. Vigyáztunk arra, hogy nehogy elcsúszanak a minták, a forma, és hogy a színek nehogy összekeveredjenek. Nagyon jól éreztem magam, jó volt a társaság, jók voltak a közérzet, minden, és szeretném folytatni. A művészeti ág mellett a sportversenyen is megmérettették magukat a ladányi diákok az országos versenyen. Felkészülésüket Kövesi Tamás kollégiumi nevelőtanár segítette. 7 gyermekkel vettünk részt, ez volt a 13. legügyesebb kollégista és kollégium országos verseny, amit ebben az évben Hajdúböszörmény rendezett meg. Április 14-én szombati napon volt. Tehát a verseny az úgy zajlott le, hogy elmentünk, volt egy megnyitó, és ugye, mint a kolléganőm említette, volt 2 ág, a művészeti és a sport. 3 gyermeket kellett delegálni minden kollégiumnak a művészeti ágra, és 4-et a sportra. Akkor elmondanám, hogy kik voltak még. Kezdem a lányokkal, Balla Zsófia, aztán a Ludman Tünde, Szentesi Gábor és Bangó József, ez volt a 4 gyerek, aki képviselte a Karacs Ferenc gimnáziumot. Tanár úr elmondta, nagyon érdekes és játékos feladatokon kellett a gyerekeknek részt venni. A csapat az 5. helyet szerezte meg, míg egyéniben a 17 év alatti fiúknál 2. helyen végzett Szentesi Gábor. Volt egy csapatverseny, és volt egy egyéni. Itt úgy válogatták össze a gyerekeket, hogy 17 év alatti és feletti fiú, és 17 év alatti fiú-lány és 17 év feletti fiú-lány, tehát 4 gyermeket kellett minden kollégiumból delegálni. Különböző versenyszámok voltak, tehát ilyenek voltak például, hogy floorball ütővel pingponglabdát kellett vezetni szlalomba, oda-vissza, aztán bottal kellett különböző méretű és formájú labdákat vezetni oda-vissza időre,
fitlabdán kellett nekik ugrálni, ami nagyon megterhelő volt minden gyereknek, labdagyűjtő volt, tehát gyorsasági és ügyességi volt, de ez semmi köze nem volt végül is egyik sportághoz se, csak ugye ügyesen kellett bánni a különböző eszközökkel. És akkor volt az egyéni, az egyéniben pedig ilyenek voltak, hogy helyből távolugrás, aztán gumikötéllel hajtás, tehát páros lábaszögdelése, gumikötélhajtás időre, labdagyűjtő, ez is inkább ilyen gyorsasági, ügyességi feladat volt, aztán volt a végén egy 900 méteres futás. A csapatversenyben hiszem ötödikek lettünk, és egyéniben pedig a 17 év alatti fiúknál Szentesi Gabi lett második helyezett, hát ő éppen csak lemaradt az első helyről. Szentesi Gábor nagyon jól szerepelt az országos versenyen. Gabi sokat sportol, focizik, és elmondta, hogy nagyon jól érezte magát a megmérettetésen. Csapatba is, és egyénibe is csapatba nem sikerült elérni helyezést. Egyénibe elértem a második helyezést. Könnyű dolgok voltak szerintem, bár a 900 méteres futás egy kicsit kemény volt. Az iskola megengedte, hogy igénybe vegyük a csarnok részét, és ott felkészültünk, meg a pályán is. Tanulságos volt, barátokat szereztünk, régi ismerősökkel találkoztunk.